A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket. A szomorú évfordulók napja volt október 6-a Bonyhádon. A város az aradi vértanúkra emlékezett a Kálváriadombon. Pályatársaik és barátaik pedig az 1977. október 6-án elhunyt Kormos István író költőre, illetve az 1990. október 6-án elhunyt Munkácsi díjas szobrászművészre, Samu Gézára emlékeztek vissza. Október 6-án halt meg nagyon sokunk jótevője, Kormos István, Samu Géza, és az anyám is akkor halt meg. Samu Géza a Munkácsi díjas szobrászművész munkásságának egy részét képeken is bemutatták, ugyanis a legtöbb szobra nem fért volna el a Mózer Zoltán által szervezett emlékezésen. Kormos István költőre pedig egy írásával gondoltak vissza. 2 éves se voltam, amikor nagyapám, vizet húzván mohás, békás udvari kutunkon furcsálva nézte, miért ugrándoznak a ház előtt a tehenek, bőgővel rugdosva egymást. De csak elvonult a csorda, és mikor leszállt a por, ott ültem még az út közepén, szürkére izzadt ingben, ismeretlen nyelvű mondókákat gajdolva, legkedvesebb játékomba, egy fém hőmérőtökbe homokot töltögetve. 30 évvel később elmondtam Füst Milánnak ezt az öntudatlanul átélt halálpillanatot. Ő csak nézett ki hosszan az ablakon, és ezt mondta. Fiam, valaki veled játszik. Fölálltam a porból. A fém hőmérőtokba verseket töltögetek. Engem nagyon bánt, hogy számos olyan író, költő, művész van, akit elfelejtenek. Tehát valaha nagyon sokat meséltek róla, és pontosan most vettem észre azt, hogy ezek közé tartozik Kormos István is, mint költő, és Samu Géza is. Ugye Kormos István 77-ben halt meg, Samu Géza 77-ben, és akkor itt vagyunk mi, akik ismertük, szerettük, akik túléltük őket, és nekünk vannak feladataink. Feladataink, ez annyit jelent, hogy ápoljuk. Ápoljuk, mondjuk, terjesztük, és híveket szerezzünk. El kell mondanom szomorúan, hogy Kormos István köré volt egy Kormos társaság, amit Istállónak neveztek. Szóval ez 20-30-40 költő volt, akik... Tehát egy olyan szeretnivaló ember volt mind a kettő, hogy nem tudom elmondani. Tehát ránézett az ember, mosolygott és nevetett, ő is mosolygott, nevetett. Nem lehetett, hogy egy nagy költő, egy nagy művész van ott. És akkor elmúlnak évek, és akkor minden 5-10 évben találkoztunk. Én akkor nem itt laktam, hanem Budapest közelébe, és legutóbb néhány éve az egyik évfordulót én próbáltam szervezni, hogy az Írószövetség szerezzen egy buszt, és menjünk el, és kiderült, amikor jöttünk haza, azon a buszon egyedül ültem. Szóval... Múlnak az évek, mi is elmúlunk, de a művek maradnak, és amíg vagyunk, addig vannak feladatunk. Tehát nem csak magunkról kell beszélni, hanem például Kormosról, meg Samu Gézáról. Az emlékesten ott volt Keserű Katalin, Széchenyi díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja is, aki egy a Boglár Lajos magyar antropológus Brazília kutatóhoz fűződő történettel mesélte el, hogy hogyan is alkotott Samu Géza. Egyszer áthozott egy törzsfőnököt, mert javíthatatlan beteg volt a szeme, és a törzsfőnökkel mentek a Váci utcában Budapest 5. kerületben, és a... Kérdezi egy virágra a törzsfőnök, Boglár Lajost, hogy és mi ez? És akkor ő mondja, hogy rózsa. Na jó, rózsa, de mi az a rózsa? Mire Boglár Lajos mondja, hogy dísznövény. Erre a törzsfőnök azt mondja, mi az, hogy dísznövény. Szóval, hogy dísznövény. Ez, hogy valami csupán dísz, és nincs funkciója, ilyen a számára elképzelhetetlen volt valami. Ilyen hasonló elemi dolgok működtek a Gézában, hogy a tárgyak is voltak egyszerre, nem csak szoborok, tehát mindegyiknek volt valamilyen funkcionális eredete. Október 6-án azonban nem csak a két alkotóra emlékeztek Bonyhádon, ugyanis délután 5 órakor a Kálváriadombon az aradi 13 előtt is fejet hajtottak.
Az 1949-es eseményekre Steiner Krisztián Bonyhádi tankerületi igazgató tolmácsolásában tekintettek vissza az egybegyűltek. A kivégzést követően a vezénylő őrnagy felszólította a jelenlevő papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. Ez is kötelességük volt ugyanis a kivégzésnél támaszt nyújtó lelkipásztoroknak. A négy minorita szerzetes azonban az aradi veszthelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak megszólalni. Az elítélteket közszemlére tették, majd az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. A megtorlás folytatódott. Pesten kivégezték az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Battyány Lajost, majd Kazinczy Lajos honvédtábornokot, Ludwig Hauck honvédezredest, és jelképesen felakasztották Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Percel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant és sokakat. Az aradi hősök és a további kivégzettek az igaz ügy büszke tudatában olyan nemesen, bátran és nagy lelki emelkedettséggel viselkedtek haláluk előtt, hogy szinte azonnal példaképül magasodtak az egész nemzet elé. Az aradi 13 vesztőhelyét első ízben 1867-ben egy 13 ágú kiszáradt teperfával jelölték meg. Több kisméretű emlékkő után 1890-ben pazar ünnepségen állították föl Zala György szobrászművész által készített emlékművet Arad főterén. A történelem viharai között hánykolódó szobor fizikailag talán sokszor eltűnt, ám az általa közvetített gondolat örökérvényű marad. Soha ne felejtsük el azokat, akik életüket áldozták függetlenségünkért és szabadságunkért. Október 6-a nemzeti gyásznapunk. Ez a csendnapja, a halálnapja, a némaságé. Mégis bízom benne, hogy a szomorúság és fájdalom mellett van erőnk tisztelettel, ha csak jelképesen is felnézni az aradi hősökre, majd együttérzésünk jeléül meghajtani fejünket emlékük előtt. A bonyhádi ünnepség Percel Mór sírhelyének koszorúzásával zárult. Szakemberrel járták be a bonyhádi könyvtárat a helyi evangélikus gimnázium tanulói október 3-án. A bemutató óra az országos könyvtári napokhoz kapcsolódott. Ezen a héten sok más program és érdekesség várta az érdeklődőket a bibliotékában. A könyvtári célra nem volt alkalmas. Tehát lebontották a falakat, így ugye nagyon szellős lett a tér. Valamint felkértek egy könyvtári építészt, Urbán Lászlót. Az ő tervei alapján az fönt található galéria ekkor épült ebben az időszakban. A Percel család egykori kastélyába a 80-as évek végén költözött be a városi könyvtár Bonyhádon. Erről mesélt a fiataloknak az intézmény munkatársa, majd a csoport bejárta a könyvtárat. Még nem jártam a könyvtárban, és ahogy láttam, elég nagy választék van könyvek alapján. Láttam szépirodalmat, szakirodalmat, skifit, több nyelvű könyvet is láttam itt mellettem. A saját véleményedre lennék kíváncsi, szerinted a mai fiatalok mekkora arányban olvasnak könyvet, illetve te meg milyen gyakran olvasó könyvet? Hát, attól függ, hogy milyen ember vagy. Én krimit olvasok, legutoljára László L. Lőrincet olvastam, krimit, de amúgy a gyerekek nem igazán olvasnak könyveket. A gimnazisták először a helytörténeti kutatószobát nézték meg. Előadó teremnek is tökéletesen megfelel erre a célra, ezért mondtam, hogy ez egy több funkciós terem lényegében, de az alapvető cél ugye ez a helytörténeti dokumentumok gyűjtése és tárolása. Aztán a kúria pincéjét is megtekintették. Az alapos épület bejárás az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében valósult meg. A biblioteka ehhez kapcsolódóan sok egyéb programot szervezett október elejére. Mi itt a könyvtárban minden évben kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napokhoz. Ugye minden évben adott a téma. Az idei téma az a csak tiszta forrásból. Ez jelenti a tudásforrásokat, a boldogság forrását, vagy a múltunk forrásait. Úgyhogy igyekeztünk mi is ez alapján összeállítani az idei programunkat. Október 4-én szerdán a zene öröme, mint örömforrás jelent meg a könyvtárunkban. Tatai Ernő teveli származású hangszerkészítő alkotásait tekinthették meg az ide látogatók. Ő tamburákat készít, úgyhogy ezeket lehetett és lehet egész hónapban megtekinteni nálunk. A csütörtöki nap ugye október 5-e, tehát Szabó Magda születésének századik évfordulóját ünnepeltük. Ekkor
ebből az alkalomból egy Szabó Magda napot tartottunk a könyvtárban. Egész nap például hozzá kapcsolódó tudókat lehetett kitölteni, illetve csütörtök este volt, 17:30 Szabó Magda est. Ezen Lovas Csilla irodalomtörténész, illetve Rubányi Anita előadó művész vett részt, és hát őket nézhették meg az érdeklődők. Szombati napon a sárközhöz kapcsolódunk, hiszen a múlt forrásai és egyben a természet forrásai kerülnek előtérben nálunk, hiszen Balázs Kovács Sándor legújabb könyveinek bemutatóját lehetett megtekinteni, melyek a sárközhöz kapcsolódnak. Vasárnap pedig úgy gondoltuk, hogy itt az ősz, úgyhogy a szürethez kapcsolódunk, és könyvszüret is volt nálunk, illetve a Muslinca bordalkórust lehetett meghallgatni, valamint a Völtségboraiból volt egy borkóstoló nálunk. A könyvtári bemutató óra célja az volt, hogy a fiatalokat a könyvolvasásra és a könyvtár látogatására ösztönözzék. A bejárás végén elhangzott, bármikor örömmel várják a diákokat a bibliotékába. Különleges kóruspróbát tartottak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban szerdán, ezen az alkalmon ugyanis más iskolák tanárai is ellátogattak az órára, hogy megismerjék, itt miként oktatják a gyermekeket közös éneklésre. A szakmai program az egész tanévben tart. Készülünk fölállni. Ne ülj oda, nem muszáj ennyire hallatszania, de egyszerre kell lennie, tehát már a levegőnek is. Ne ülj oda, Laura! Nyílt kóruspróbán instruálta a gyerekeket Stark Szilvia, a gimnázium énektanára. A szerdai óra azért volt különleges, mert más intézményekből is jöttek rá pedagógusok. Így a Bonyhádi Evangélikus Iskola megmutathatta, itt hogyan zajlik a kórus felkészítése. Gondoltam, hogy kicsit szakítunk a hagyománnyal, hiszen mindig az történik, és most inkább egy bemutató kórus próbára hívtuk meg az énekzenét tanító kollégákat. A valóságot szeretném megmutatni a kollégáknak, azt, hogy mindenhol vannak nehézségek, tehát nem azért jöttünk össze, hogy azt mutassuk, hogy itt minden pikpak klasszul tökéletesen működik, hanem azt, hogy nekünk is vannak nehézségeink, de ha meg tudjuk szólítani a fiatalokat, akik erre kedvet éreznek, és képességük is van, akkor feltétlenül merjünk belevágni, mert azt gondolom, hogy azt kellene megtanítanunk nekik, hogy mennyire jó közösséghez tartozni. A pedagógus gyermekkora óta érdekli a kórus éneklés. Pedig van, aki új és már ráérzett, hogy itt most nem lehet össze-vissza zizegni, mert akkor kilopok. La, hely van járni, kaposztát fősz, hogy rá ütött a gőz. Hány jól az emberi, a kamárja, kinek adja a zsuzsalányát. Köszönöm szépen, föl a kezet, aki teljesen új kórustag. Aki tavaly még nem volt, nyugodtan tegyétek föl a kezet. Nagyon jó, akkor ezek szerint aki volt, megmutatjuk, hogy mit fogunk hozzátenni. He, Vargáni! Csak azt! La! He, Vargáni, anya, Beti Kanada!
hozzáteszi. La, hely vagyáni, kávoszát harmadik éve foglalkozom kórussal, vagy kórusokkal. Volt időszak, amikor párhuzamosan több kórussal is foglalkoztam. Nagyon szeretem ezt a tizenéves korosztályt. Donát, a gimnázium kórusának tagja, már az általános iskolában zenei képzésen vett részt. Egy rövidebb kihagyás után viszont hiányozni kezdett számára az éneklés. És amikor idejöttem, elkezdett rettenetesen hiányozni maga a zene, és elmentem egyetlen egy próbára, és Szilvi néni annyira meg tudja szeretetni az emberrel azt, hogy egy egységet alkosson, hogy rögtön megfogott, és utána ott maradtam. Miután ugye Bonyhádnak elég nagy lakossága német, vagy német volt, ezért szokott Szilvi néni arra figyelni, hogy német dalokat is rendszeresen tegyünk, a német műveket tegyünk a műsorba, valamint mivel ugye vallásos iskola vagyunk, ezért arra is szokott figyelni, hogy vallásos művek is legyenek benne, valamint amit úgy ítél meg, hogy nekünk is, tehát a képességeinkhez mérten sikerülni fog, és jól össze fogjuk tudni tenni, vagy azt, amit esetleg mi nagyon szeretünk, vagy ő nagyon szeret, de amit általában ő nagyon szeret, azt mi is nagyon fogjuk szeretni. Karácsonykor minden évben föllépünk, legalább egyszer van, hogy kétszer is, és hát a tavasz és a nyár sem telik el úgy, hogy nem lépnénk föl, úgyhogy elég sokszor. Tudunk példákat mondani, produkciókat? Például, ami legutoljára volt, ezt, ha jól emlékszem, Szexárdon volt, minősítettek minket, és hát aranydiplomát kaptunk, úgyhogy a legjobb minősítés sikerült megszereznünk ott. Aztán voltunk Békés Csabán is tavaly, evangélikus iskolák kórus találkozója, és szerintem ott is elég jó fellépést sikerült mutatnunk. A szerdai nyílt kóruspróbára egyébként abból a 22 iskolából jöhettek el a pedagógusok, akik a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ pályázatán elnyerték a bázis intézményi címet, ahogy azt a Bonyhádi Gimnázium is elnyerte. A program keretében a tanárok megismerhetik egymás pedagógiai módszereit nem csak a kórusképzés területén. Aki a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumot ismeri, az tudja, hogy több mint 40 éves nagy hagyományai vannak a matematika tehetséggondozásnak. Kacz Sándor tanáró nevét az egész megye ország jól ismeri e területen, de hát nyilván vannak utódai is, és tehát a matematika a másik terület, amely még ebben a hónapban, októberben 26 sorra kerül a tehetséggondozást, szakköröket és egyéb olyan lehetőségeket szeretnénk bemutatni, megosztani másokkal, amelyek tanórán kívüli lehetőségeket kínálnak a tanulók számára, hogy fejlődjenek. A harmadik terület az a testnevelés sport. Ugye erről is ezért elég sokan tájékozottak már, hogy milyen eredményeket érünk el. Itt az adottságainkat szeretnénk bemutatni. Ezek voltak a fő területek, és hát emellett természetesen az idegen nyelvekre és az érettségi változásokat követően, vagy követve bizonyos tantárgyaknak, mint például a történelemnek a módosításaimat a történelemre is koncentrálunk. Kétféle dő. Ha elsőre ez volt, hogy dó, akkor másodszor is az a dó, dó, dió, zá. Nem szabad lejjebb esni. Utoljára ugyanezt az összetételt kérem szépen. Ó, és? Ó, az generózá. A mostani óra volt a bemutatkozó, bevezető alkalom, a tanév végén pedig visszavárják az érdeklődőket, hogy bemutassák, hova jutottak a kórussal. Pályaorientációs napot szervezett a Bájis Széchenyi István Általános Iskola pénteken. A délelőtt folyamán a tanulók különböző vállalatok, gazdaságok munkáját ismerhették meg, majd délután tovább tanulási bőrzét tartottak, ahol a megye középiskolái mutatkoztak be. Pályaorientációs napot tartottak a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolában pénteken.
A nap folyamán a tanulók városi és városkörnyéki cégeket, gazdaságokat, valamint hivatalokat látogattak meg. Ez egy új dolog az életünkben a mai nap, hiszen az egész napot szakmák megismerésére fordítjuk. Valamennyi osztályfőnök a szülők foglalkozását, lehetőségeit tekintve bevonta a tervezésbe, és így tulajdonképpen nyakunkba vesszük az egész várost és a város környéki településeket, ahol különböző vállalkozásokat, foglalkozásokat látogatnak meg a gyerekek, és hát jó szívvel fogadtak bennünket mindenhol. A program célja, hogy közelebb hozza a diákokat a különböző munkakörökhöz, ezzel is segítve a továbbtanulást, illetve a pályaválasztást. Osztályonként minimum 2 helyszínre fognak látogatni a gyerekek, és ebben bízunk abban, hogy egy picit a szakmák megbecsülése is előtérbe kerül a megismerése mellett. Nagyon érdeklődőek a gyerekek, és kirándulásként fogják föl a mai napot, hiszen vannak olyan osztályok, akik mondjuk 10 kilométeres távolságban mennek, és kertészetet fognak látogatni. Olyanok is vannak, akik mezőgazdasági munkára, almaszüretre utaznak, kisebbek, és hát vannak helyek, akik a Zománcgyárba, Faipari Kft-be, a Bonyhádi Malomba, autószerelő műhelybe, rendőrségre, hogy a közszférának a foglalkozásait is megtekintsék, vagy a művelődési házba. Tehát nagyon sokszínű foglalkozásokon vesznek részt. Az egyik 7. osztály ajándékokkal is készült. Ők egy sérült gyerekekkel foglalkozó intézménybe indultak. Paradicsompusztára látogatunk a sérült gyerekekhez, és ott például kastély kertésze megmutatja nekünk, hogy milyen a munkája, és bemutatniákunk, hogy mit is csinál, és oda készültünk egy kis ajándékkal. Az osztálytársunk anyukája, Angéla, bemutatja nekünk, hogy hogyan is foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, és hogy ugyanúgy tekintenek rá, mint a normális gyerekekre, és ugyanúgy szeretik őket, és ugyanúgy foglalkoznak velük. Az iskola mind a 24 osztálya, azaz 610 diák látogatott el különböző cégekhez, gazdaságokhoz, így már az alsósok is számos munkahelyen ismerkedhettek meg. A második osztályos tanulók például a Bonyhádi Malom munkájában nyerhettek betekintést. Azért tartjuk fontosnak, mert a völgységben ez az egyetlen malomüzem, ami még működik. Tolna megyében összesen 2 darab malomüzem van, amely működőképes és dolgozik. A gyerekek láthatják azt, hogy hogyan történik a gabona beszállítása, tárolása, illetve a buzából hogyan készül a liszt, hogyan őrli meg azt a malom, és ezután ez hogy kerül zsákba, csomagolóanyagba. Ezt szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, tehát tudják azt, hogy a buzából hogyan fog elkészülni a liszt. A cégek gazdaságok látogatása során a diákok részletes tájékoztatást kaptak a munkafolyamatokról, azok szakaszairól, valamint megismerkedhettek a munkát végző gépekkel is. Tulajdonképpen ebből a tartályból öltünk a minden egyes vasakot, utána minden egyes vasakot megmérünk, amikor meg van mérve, utána pedig bevarjuk a vasakokat. Ha észre a vasakokat, ha megfordultok, akkor látjátok, hogy milyen szép sorba ölteszik a raklapra. A gyerekek nagyon élvezték a látogatást, sok új és érdekes információt tudtak meg a kirándulás során. Mint mondták, ezelőtt még nem volt ilyen élményben részük. Bementünk, és akkor a bácsi adott egy kis ilyen kis bogyót, és akkor azt megfoghattuk, és akkor feljebb mentünk, ott lisztet kaptunk, akkor még feljebb mentünk, és akkor a végén meg körülnéztünk, és megmutatták, hogy a gépek milyenek. A programoknak köszönhetően a diákok széles körű áttekintést kaptak, ami nagy segítségükre lesz a továbbtanulásban, bár a nyolcadikosok többsége már eldöntötte, hogy mivel szeretne foglalkozni a későbbiekben. Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumba szeretnék menni, ugyanis újságíró szeretnék lenni, és ahhoz úgy gondolom, hogy ez egy jó alap lehet. A Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumba szeretnék menni, mert ott bioszkémiára, és szeretnék ilyen kutatói dolgokkal foglalkozni. A délután folyamán továbbtanulási bőrzét tartottak az iskolában, ahol bemutatkoztak a megye középiskolái, gimnáziumai és szakképzőiskolái. Friss Bonyhádi hírekkel legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!